Szombaton a Megyeházán a himnusz éneklésével kezdődött a Magyar Kultúra Napját ünneplő eseménysorozat. A résztvevőket köszöntötte Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is, aki elmondta, minden nemzedéknek kötelessége, hogy továbbadja a kultúráját az utána következőknek. A himnusznak örök aktualitása van, mindenkor magyarjához íródott, mindenkor magyarjához szól, abban az fennkölt és emelkedett stílusban, ami a 19. század erei reformkort jellemezte. Jó lenne nekünk is sok esetben visszanyúlni a reformkori eszményekhez, haladás és hazai haladás eszményeihez. Köszöntőjében Danku Csaba, a miniszterelnökség helyettes államtitkára kiemelte, kultúránk ápolása nemzeti megmaradásunk záloga. A himnusz sorai napjainkban intelmekkel kell, hogy szolgáljanak a gyorsan változó világrendben azzal kapcsolatosan, hogy tartsunk össze, figyeljünk egymásra, és Magyarország fejlődésén dolgozunk mindannyian. A rendezvényen Kozma Péter kormány megbízott köszöntőjében arról szólt, Kölcsey gondolata, a haza minden előtt mindenkire nézve kötelező kell, hogy legyen. Idézte emellett azokat a sorokat, amellyel a költő képviselőként elköszönt az országgyűléstől. Jelszavaink valának haza és haladás, ez egy nagyon közismert mondat tőle. Ezekkel a mondatokkal búcsúzott el, mint Szatmári küldött az országgyűléstől, és amikor egy közéleti szereplő két dolgot tart szem előtt, nevezetesen a hazát, a szülőföldet, azt a szűkébb közösséget, melyben él, gondolkodik és tesz a közösség javára, illetve a haladást, ami azt jelenti, hogy kétkezű munkánkkal, építő gondolatainkkal, hogy járulunk hozzá a haza üdvére, akkor azt gondolom, hogy ennél nemesebb célokat megfogalmazni nem is lehet. Az ünnepség szónoka Jánosi Zoltán, irodalomtörténész elmondta, Kölcsey jelenléte a magyar kultúrában halhatatlan. A rendezvényen Dani Attila tárogató művész előadásában hangzott el a himnusz. Közreműködött emellett a műsorban a Csaronda férfi kórus, valamint a Kölcsey szónok verseny legsikeresebbjei. Az ünnepséget követően az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el a himnusz költőjének szobránál a Megyeháza épülete előtt. Vasárnap Szatmárcsekén Isten tisztelettel kezdődött az ünneplés a református templomban, ahol Palánki Ferenc római katolikus és Fekete Károly református püspök hirdetett igét. A Kölcsey Társaság megemlékezésén az idén is kitüntették a magyar kultúra egy olyan kiemelkedő képviselőjét, aki életművével gazdagítja nemzeti kultúránkat. A Kölcsey emlékplakett díjazottja idén Ág István költő. Laudációjában a Kölcsey Társaság elnöke úgy fogalmazott, a kitüntetett Kölcsey Ferenc 20.-21. századi örököse. Maga az ünnepelt pedig ünnepi beszédében kiemelte, Kölcsey életművében kiteljesedett a nemzeti hagyomány, a reformgondolkodás költészetéből ma is erőt meríthetünk. A díjazott úgy véli, számos elismerése mellett ennek a díjnak különleges helye van a szívében. Kölcsey díj az szimbóluma annak, ami belül van. Meg annak is szimbóluma, hogy mit éreztek az én, mondhatom úgy, hogy életművem iránt, hogy ezt megkaptam. Akik adták. A Szatmárcsekei templomban rendezett megemlékezésen közreműködött Csíkos Sándor színművész, Varnusz Xavier orgonán, valamint a Debreceni Nagy Templom kórusa Vass Sándor karnagy vezényletével. A rendezvény Kölcsey sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében, ahol az állami szervek, intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői hajtottak fejet a himnusz költőjének síremléke előtt.